Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén veszünk részt. Én Barta Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH 10-es igazgatóházas párja. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek névója vagyok. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el, hogy ne zavarjon minket. Érdemes jegyzetelni, megkérem Önöket, hogyha bármi kérdésük lenne előadás közben, írják le, és a vezetőikkel esetleg meg tudják beszélni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom tetőcsináló kisiparos voltam, azt ásnak hívják, avval foglalkoztam úgy nagyjából egy 10 évet. Mára viszont a feleségemmel együtt a PPH tanulószervezéssel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy itt tanulunk a Nyílt Akadémiánál, és foglalkozunk az emberekkel, akik hozzánk csatlakoznak. Így tanuljuk meg az életben használni azt, amit tanulunk a mestertől. Gyulán élek, feleségemmel, Ibolyával és 14 éves lányunkkal. A Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert már egy több 10 éves keresésen voltam túl, mindenfele jártunk Ibolyával, vittem magammal mindenhova, mindenféle spirituális irányzatokba, és nem találtam meg azt, amit kerestem. De egy visszagondolva nem is tudtam, hogy mit keresek. A PPH-val 2014 évvége fele ismerkedtem meg. Első ránézésre nem igazán tetszett, sem a PPH, sem a mester, hogy nyakkendőben és öltönyben van. És az egy szerencsém volt, hogy felülbíráltam az egómat, és felhívtam a feleségét. És aztán beszéltünk a Szedlacsik Miklóssal is egy hét múlva, és úgy döntöttem, hogy ezt el kell kezdeni, akármit is érzek. Ne az érzéseimre hallgassak, hanem nézzük meg, hogy mit lehet itt tanulni. És hát nem csalódtam ebben a tudatos döntésben, mert 8 éve vagyunk itt, és bátran mondhatom az összes élethelyzetünket, amit én tropára vágtam, azt kibírtuk javítani itt a PPH-ban, a Szedlacsik Miklós és a tanítársai segítségével. Nekem eredendő civil foglalkozáson kereskedelmit végeztem, már ember viszont a PPH tanulói csoport szervezése a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, párom elmondta házasságban. Én is azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert mint ahogy Tusek is elmondta, problémáink voltak mind a párkapcsolatunkban, minden olyan életterületünkön, ami ez legyen akár anyagi, ez legyen akár a gyermekemmel való kapcsolat. Jobb. Hát ott is probléma volt, ahol nem gondoltam, hogy probléma van. Igen. Akkor a szüleimmel, a testvéreimmel. Tehát én nagyon vágytam arra, hogy ebben a világban boldogan éljek. De mivel voltak problémáim, ezért ez nem így működött. És mint hogy párom is elmondta, hogy nagyon sok fele voltunk, nagyon sok képzésen vettünk részt, kaptunk pozitív dolgokat, feltöltődéseket, de hogy jutunk A-ból a B-be, tehát módszert nem kaptunk. Párom kezdte el a képzést előbb, nekem lehetőségem volt belehallgatni, nem csak a díjmentesben, hanem a második részben, a tanításban. Eltelt 4 hónap, és azt mondtam, hogy itt a helyem, mert itt megkapom azt a mestert, aki olyan tudást ad át, amit az életembe, a hétköznapjaimba be tudom építeni. És egy olyan embertől, mestertől, Szedlacsik Miklóstól kapjuk a tudást, aki egy hiteles ember. Tehát ő, amit tanít, ő úgy él. És ezt a sok év tapasztalat által tényleg nagyon sok helyre jártunk. Valahogy mindig volt valami, ami számomra etikátlan volt. És itt az a hely, ahol megtaláltam azt, hogy alapok alapja az etika. És nekem igazából ez volt a legelső, ami megfogott, és azt mondtam, hogy
Itt a helyem. És itt vagyunk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. És ez nem túlzás, ez így van. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen más indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Hogy mit jelent ez pontosan? Vannak tanítások arról, hogy hogy bánjál bankkal, munkahelyeddel, hétköznapi élettel, pároddal, hogy bánjál a szellemvilága, a felső világok milyenek, mit ne csináljál, arra is felhívja a figyelmet, és hogy hogy lehet ezt a 2 szép lassan összehozni az aranykorba. Erről direkt tanítások vannak. Ilyet még sehol nem hallottam egyébként. Vannak ilyen fellegzős írások, meg előadások, módszert erről senki nem ad át, és nem is mondanak konkrét információkat. Te jössz. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Ti, akik jelen vagytok, biztos. De hát ugye van, akik az óceánon túlról is nézik az előadást most élőben, illetve majd felvételről. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Jó világban élünk? A PPS az jó világ, nem? De ugye a külső világ, az milyen? Hát, mi a baj a világunkkal? Hát, a 20. század a baj a világunkkal, nem a 21. A 21. század az már csak egy következmény. A 20. században gyökerezik a világunknak a problematikája. És mi a fő probléma? Ugye itt a mérlet ilyen, az ember amilyen. Miért alakult így minden, ahogy alakult itt az elmúlt időszakban? Két dolog, ami a legfőképpen itt problémát jelentett az elmúlt 120 évben. Az emberek manipulálhatósága, és az emberek kifejlesztett egója. Tehát mit jelent az, hogy manipulált a hatóság? Mire lehet építeni az emberek manipulálhatóságát? Félelemre, persze, így van. Tehát félelemre. De az emberek elszoktak a félelemtől bolygószinten. Egészen már ugye az 1900-as évek elejéig elszoktak. Ezért ugye be kellett neki bizonyítani, az embereknek be kellett bizonyítani, hogy hát van mitől félni. Ugye ezért létrehozták a világháborúkat. Meg utána 2 közt hidegháború volt, utána hidegháború.
Tehát lényeg az, hogy azóta, ha megnézitek, a múlt század 10-es évei óta folyamatosan az embereket valahogy, valamilyen módon félelembe tartják. Ehhez mi kellett, hogy ezt meg tudják csinálni? Hát fel kellett találni a rádiót. Tehát az első ilyen eszköz, ahol a félelmet lehetett gerjeszteni, az a rádió, meg lehetett nem csak félelmet gerjeszteni, hazugságokat, tehát hazugságokat továbbítani. Az a rádió. És utána feltaláltak további eszközöket arra, technikai eszközökről beszélek, ami által lehet félelmet gerjeszteni, amiknek a közvetítésével még jobban lehet félelmet gerjeszteni, és hogy még jobban lehessen az embereket manipulálni. És az emberek ezt nem látják át. Nem látják át. Nem látják át, hogy addig nem lehetett tömegeket manipulálni, amíg nem volt rádió és a rádiónál fejlettebb technika. Miért? Mert újságokkal nem lehetett ezt megcsinálni, mert újságot nem vett mindenki. Sőt, a többség nem is vett újságot. A többség nem volt kíváncsi az újságokra. Ezért azon keresztül az írott szóval nem lehetett úgy manipulálni, mint az élő szóval. És amikor az élő szó alá még képet is raktak, vagy mögé, nem alá, hanem mögé, képet is raktak, onnantól kezdve az ember még manipulálhatóbb lett. És ezt hogy nem fedezik fel az emberek, érted? Pedig már 110 éve ezt csinálják. Nem is tudom a rádiót, mikor találta föl Marconi, meg Popov. Jó rég, interneten gyorsan utána is nézhetne valaki, hogyha lenne nála olyan eszköz, de nem, akkor nem. Tehát nagyon rég. És onnantól kezdve gondold végig, mindent el tudtak érni. El tudták érni a háborúkat, el tudták érni a kisebb háborúkat, el tudták érni azt, hogy az emberek vásároljanak, 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 hogy ez legyen a legfontosabb cél az életükben, hogy vásároljanak. És annyira tudták manipulálni az embereket, hogy szó szerint elveszítsék az eszüket. A józan paraszti eszüket. A józan paraszti eszüket. Tehát ugye az azt jelenti, hogy józan észre mindig szüksége volt az embernek, meg az emberiségnek, hogy fennmaradjon. És most mi ez a fennmaradás? A fennmaradás most azt biztosítja, hogy több ember születik, mint amennyi meghal. De igazából, ha nem lennénk ennyien itt a bolygón, hanem csak mondjuk annyian, mint az 1800-as években, akkor már az emberiség kezdene kipusztulni. 1901-ben találták föl a rádiót. 10-1, nem? A rádióhullámot már beszélték. Az első rádióadás 1910. januárban indult. A világban? 1910-ben, és mikor indult el a világháború? 14-ben, így van. 4 év múlva már elérték a rádión keresztül, hogy az embereket harcba lehessen hívni. Érted? 4 év múlva. Tehát ugye a rádiót előbb találták föl 1901-ben, de ugye kellett még 9 év, mire adások is lettek, rendszeres adások. Mert már voltak adások, ugyanúgy, mint a tévénél is,
ugye a rendszeres adást mindig később indították be, mint ezeket a próbaadásokat. Tehát a rádiónál is így volt, hogy próbaadások még mentek, csak rendszeres adások később lettek. Szóval a lényeg az, hogy nem veszik észre az emberek, hogy a média az mennyire képes arra, hogy a félelmeiken keresztül és a vágyainkon keresztül manipuláljanak minket. Tehát ugye ez a két tulajdonságunk az, amin keresztül egy embert lehet manipulálni. A vágyaink keresztül, vagy a félelmeink keresztül. Szerinted melyik a hatékonyabb? A félelmeink keresztül a hatékonyabb. Nem a vágyaink keresztül. A félelmeink keresztül. Jó, tehát, de a vágyak legalább annyira problémák az emberek életében, mint a félelmek. Miért? Mert a vágyak olyan, mint a szerelem. Öl, butít és nyomorba dönt. Ugyanaz. A vágyakkal is azt érik el, hogy az embereket szó szerint elbutítsák. És utána nyomorba dönthessék. Ha elbutították, akkor nyomorba lehet dönteni. Miért? Ugye mi ez a folyamat, amit ugye megcsináltak? Az azt jelenti, az a folyamat, hogy az elbutítás következtében ugye az emberek feladják az önrendelkezést. Tehát, hogy a saját sorsuk felett önmaguk rendelkezzenek. Tehát, ami azt jelenti, hogy az önrendelkezés, hogy az életük folyását, az életük alakulását a saját kezükbe tartsák. Érted? Tehát, hogy önállóak legyenek, önállóan működjenek. Hogy akkor is képesek legyenek működni, amikor mások nem képesek. Érted? Most mondok példát, hogy értsétek. A múltban Magyarország megélt két világháborút. Az első világháborút közvetlenül nem éltük meg, csak közvetett módon, ami azt jelenti, hogy Magyarország területén nem volt háború. Utána volt háború, amikor már az első világháború befejeződött, akkor volt háború. Mert ugye akkor háborúztunk a románokkal, meg a szlovákokkal, meg stb. Jó, tehát előtte, ugye míg a második világháború folyt, Magyarország területén nem volt háború. Első világháború idején már nem volt háború. És lényeg az, hogy ezt miért mondom. Gondold végig, volt egy háború, amiben benne voltunk, kőkeményen, ugye az osztrákok révén, kőkeményen benne voltunk egy világháborúba, és senki nem éhezett Magyarországon. Senki. Most, ha kőkeményen benne lennénk egy világháborúba, szerinted itt Magyarországon hányan éheznének? Tehát úgy, akár úgy, hogy Magyarország területén nem is folyna háború. Csak kőkeményen benne lennénk a háborúba. Tehát magyarul finanszírozni kellene a háborút, a férfiak mehetnének katonának, az egész gazdaság a háborút szolgálná. Szerinted hányan éheznének itt Magyarországon? A lakosság nagy része. Az első világháborúban senki nem éhezett. Miért? Mert az emberek attól, hogy háborúban voltunk, ugyanúgy gazdálkodtak. Mert gazdálkodók voltak, önállóak és nem alkalmazottak. Nem tudom, elég világos-e.
Most akkor nézzük, volt egy második világháborunk. Abban úgy benne voltunk, hogy háború is folyt az ország területén. Nem végig, a vége felé. Tehát az elején nem, a vége felé. De ott is, ugye mivel az elejétől gyakorlatilag benne voltunk, ugye mondjuk 41-től benne voltunk kőkeményen, a gazdaság szolgálta a háborút teljes egészében. Ugyanúgy a katonák mentek katonáskodni, vagyis a férfi, felnőtt férfiak, stb. Stb. De mégse éhezett a magyar lakosság. Tehát nem éhezett. Miért? Mert a magyar lakosság nagy része nem szolga volt, nem alkalmazott volt, hanem önálló. Tehát saját üzlete volt, vagy saját boltja volt, vagy saját gazdasága volt. Állat vagy növénytermesztés, vagy mind a kettő. Érted? Ami azt jelenti, hogy most gondold végig, egy gazdálkodót, egy vállalkozót, mit érdekel, hogy mi van a világban, ő csinálja a dolgát. Érted? De ha az alkalmazottnak abban marad a munkája, mert a cég, mit tudom én, kivonul az országból, akkor mi lesz az alkalmazottal? A háborúk mindig arról szóltak, hogyha egy ország háborúba keveredett, akkor a befektetők abban az országban azonnal kimentek. Mindenütt így volt, mindenütt így van. Ha egy ország háborúba keveredett, a befektetők onnan kimentek. Most az összes üzletláncról beszélek, és az összes külföldi vállalkozás, az mind magyarországi befektetés. Ami azt jelenti, ha ne adj Isten, most olyan helyzet lenne, mint volt az első vagy második világháborúban, vagy olyan helyzet, mint Ukrajna, érted? Vagy olyan helyzet akár, mint Oroszország, ha megnézitek, Oroszországból is kimentek a befektetők. Pedig ő nem is a saját területén háborúzik, hanem egy másik nép területén. Azért nem mondom, hogy ország, mert igazából Ukrajna, az hivatalosan nem ország. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy mi lenne itt velünk Magyarországon. Most gondold végig, ugyanúgy járnánk, mint mondjuk Ukrajna vagy Oroszország, hogy kimennének a befektetők, bár Oroszországban a befektetők azok csak egy kis arányt képviseltek, Ukrajnában már többet, Magyarországon még többet képviselnek a befektetők. Mi lenne a magyar néppel? Honnan lenne kaja? A lakosság hány százaléka lenne munkanélküli azonnal? A lakosság hány százaléka éhezne azonnal? Hogyha mondjuk a nyugati befektetők kimennének, vagy a keleti befektetők kimennének Magyarországra. Gondold végig. És csak azért mondom, hogy egy gazdálkodó, mikor gazdálkodók voltak Magyarországon, a gazdálkodót kit érdekel, hogy mi van a világban, ő teszi a dolgát. Mert ő magának dolgozik, és nem másnak. Ha egy ember másnak dolgozik, akkor avval mi lesz, hogyha az a másik ott hagyja őt? Tönkre megy. Tehát kapjatok már észbe, egy olyan világban élünk, ahol az lenne az egyik legfontosabb, hogy önállósítsd magadat. Világos ez? Tehát 2004-ben ezelőtt 9 évvel leírtam azt, hogy mi várható ezzel kapcsolatban, hogy mennyire hűségesek azok a befektető cégek, amelyek Magyarországra bejönnek. Azoknak az érdekük azt kívánja, már ki is mennek az országba. És az mindegy, hogy most háborús érdek, vagy bármi más.
Tehát mondok példát, mit tudom én, mondjuk nem kapunk EU-s támogatást annyit, amennyit szeretnénk. Ez éppen aktuális egyébként. Na most onnantól kezdve nem gondolod azt, hogy az EU-s támogatásokból részesülnek a külföldi befektetők is, akik itt fektetnek be? Dehogy nem. Na most onnantól kezdve gondold végig, hogy mi lenne, hogyha ők se kapnának EU-s támogatást. Mert a magyar állam se kap, ezért ők se. Természetesen, mert a magyar állam adja tovább azt a pénzt. Szerinted meddig fognak itt maradni azok a cégek, amely befektetési célként, már pedig minden keleti és nyugati cég, amely itt dolgoztat, az mind befektetési céllal van itt. Ami azt jelenti, hogy egy befektetés nem hoz elég hozamot, akkor ők kivonulnak. És mi lesz az alkalmazottakkal? Tehát ezt nem látjátok át. Egyszerűen nem látjátok át, hogy milyen világ felé haladunk. Hogy egyszerűen gerjesztik a konfliktust, és próbálnak ebbe a konfliktusba minél több országot bevonni. Nem látjátok át. Tehát egy folyamatos olyan fajta törekvés van, hogy a világon háborús konfliktusba minél több országot bevonni. Érted? Ilyen törekvés van. És ez azt jelenti, hogy gondold végig, még egyszer mondom, hogyha ne adj Isten, egy olyan helyzet lenne, hogy nekünk támogatni kellene valami háborút. Mennyien lennének itt éhezők? Tehát, és ez most nem ijeszgetés, most ne egy félreért. Ezek azt jelenti, hogy igen nagy esély van arra, hogy ez be fog következni. Érted? Igen nagy esély van rá. Tehát én azt hittem, hogy az oroszok 10 nap alatt lerohanják Ukrajnát. De semmilyen törekvésük nincs. Semmi. Megtehették volna, hogy 10 nap alatt lerohanják Ukrajnát. Simán megtehették volna. Mire a nyugat észbe kapott volna, már Ukrajna teljesen el lett volna foglalva. 10 nap alatt meg tudták volna csinálni. De tényleg, komolyan. És abszolút semmilyen ilyen jellegű törekvésük nem volt. Semmit, valami más van az egész mögött. Tehát valami más. Ugye nem akarom itt most nyilvánosba elmondani, hogy mik vannak benne. Jó, mik vannak e mögött. Ugye le tudom kérdezni, hogy mik vannak e mögött. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol neked kell gondoskodni magadról, és nem várhatod el, hogy majd az állam gondoskodik rólad, vagy a munkáltató fog majd gondoskodni hosszú távon rólad. Ezt felejtsd el. Tehát a saját életünk irányítását saját kezünkbe kell venni. És arról nem is beszélve, hogy itt lenni kellene egy aranykornak. Tehát az aranykorban 2035-re mindenkinek meg kellene tanulni azt, hogy teljesen önállóan képes legyen bármit csinálni, ami akkor majd csinálnia kell. Érted? Önállóan. De ez a kell most jó értelemben. Értsd, mert ugye mi a nejemmel rengeteget dolgozunk.
ugye elsősorban PPH. Ha PPH-val éppen nem dolgozunk, akkor is dolgozunk. Csak éppen más csinálunk, érted? Mit tudom én, akkor is ugye a háztartást is vezetni kell, a ház körül is vannak dolgok. Tehát mi állandóan onnan, hogy fölkelünk, gyakorlatilag odáig, hogy lefekszünk, dolgozunk. Ha elmegyünk mondjuk nyaralni, akkor is dolgozunk. És senki nem kötelez erre. Senki. Érted? Megtehetnénk azt, hogy pihenjünk. Már vagyunk elegen, van elég bevétel, pihenjünk. Nem ez a dolgunk. Érted? Nekünk az a dolgunk, hogy ezen a bolygón lehessen aranykor. És ezt ezen a szervezeten kívül senki nem fogja megcsinálni. Ezt nem csak mi tudjuk, hanem a fentiek még jobban tudják. De most onnantól kezdve mi nem tehetjük meg azt, hogy megálljunk. Mi nekünk az, hogy dolgozni kell, sose dolgoztunk annyit, mint mostanában. Soha életben, érted? Mint az elmúlt pár évben, mondjuk mióta, 2017-től, mondjuk úgy. Sose előtte. Tehát fiatalként sem. De jól érezzük magunkat ebben, érted? Mert van értelme annak, amit csinálunk, érted? Van értelme. Nem csinálunk értelmetlen dolgokat, érted? Tehát olyan dolgokat csinálunk, ami egy teljesen különleges korszakalkotás, erről ma már beszéltem. Az egy korszakalkotás, érted? Tehát létre kell hozni egy szeretett társadalmat a világban. Azért mondom, hogy egy társadalom, mert nem fér bele kettő, vagy három, vagy négy. Érted? Tehát ahogy régen aranykorból jöttünk, hogy egy nyelv volt, egy nyelv, és az emberek teljes egészében tudtak egymással együttműködni, ugyanezt kell létrehozni ismét. Érted? Egy olyan fajta működést, ahol feltétel nélkül képes vagy együttműködni másokkal. Bárkivel. Olyan emberekkel is, aki akkor fogsz találkozni életedben először. Érted? És feltétel nélkül fogsz vele együttműködni. Miért? Mert a többi is ugyanígy ismeri az etikát, mint te. Ugyanúgy. Ugyanúgy ismeri a módszereket, mint te. Ugyanúgy van tudása, mint neked. Legfeljebb valamiben egy kicsit több, vagy valamiben egy kicsit kevesebb. Most ebből a szempontból részletkérdés. De tudod azt, hogyha egy ember tud, arról, attól mire számíthatsz. Érted? És tudod azt, hogy mivel az etika rendben van az embereknél, vagy rendben lesz az embereknél, de hát én már jelen időben szerettem ezt megfogalmazni, tehát rendben van az emberekkel, akkor tudsz velük együttműködni. Feltétel nélkül. Érted? Nem kérdőjeleződik meg benned, hogy miért nem működnél velük feltétlenül. Oké? Tehát gondold végig olyan fajta társadalom, ha nem kell annyit a megélhetésért dolgozni, mint most. Hát ha most is kiszámolnád, hogy mennyiért dolgozol alkalmazottként, mennyiért dolgozol, és abból mennyit viszel haza, akkor meglepődnél. Ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan egy-két nap alatt megtermeled azt, amiért dolgozol. Érted? Egy-két nap alatt. Mivel olyan nagy az elvonás és a haszon, amit lefölöznek fölötted, annyi marad, amennyit készhez kapsz. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a
az aranykorban, nem kell majd 5 napot dolgozni, meg 7-et. Mit kezdesz az időddel? Majd milyen jókat fogsz nyaralni, mi? Ezt neked. Oké. Okay. De érd abba a két szóval együtt. Ja, mindenkinek a fantáziára bízom. Miért? Na nem az a dolga az embernek, hanem micsoda? Az, hogy fejlődjön. Ott sokkal dinamikusabb fejlődést fogsz tudni elérni, mint most. Érted? De miért kell fejlődni? Miért kell fejlődni? Hát azért kell fejlődni, mert te azért jöttél erre a földre, azért vagy ebben a korszakban, mert most tudod elérni azt, hogy egy élet során bekerülhess egy felső létformába. Egy élet során. Visszakerülhess egy felső létformába. Most van erre szansz, ebben az időszakban. Érted? De a felső létformában nem 2035-ig fogsz bekerülni, hanem ebben az életedben. És ezt hogy lehet megcsinálni, mikor öregszel? Ne legyél naív, a fentiek be tudnak avatkozni abba, hogy lassabban öregedj. Oké? Okay? Sokkal lassabban. Hogy legyen időd arra, hogy megtanuld mindazt, ami a felső létformához szükséges. Mondom, nem 2035-ig. Tehát az azt jelenti, hogy ez a küldetésünk, hogy visszakerüljünk a felső létformába, ahonnan jöttünk. Ugye angyali vagy isteni létformáról beszélek, de az angyali létforma is egy isteni létforma, hozzánk képest. Egy olyan társadalmi formából nincs elnyomás. Már az aranykorban sem. Nincs elnyomás, nincsenek elnyomók. De ugye gondold végig, 2035-től nem lesznek elnyomók. Nézzük tovább. De addig neked meg kell élned, ha még nem élted meg eléggé. Azt, hogy mi különbség van a jó és a rossz között. Hogy lényeges különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között, mert az aranykorban már nem lesz rossz. És ott nem fogod tudni megélni a rosszat. A fiatalok fognak a legtöbb rosszat megélni, már kezdik is. Miért? Mert ők még nem élték meg a rosszat. Akik idősebbek, minél idősebbek, annál több rosszat megéltek. Én ismerek itt olyan házas párt, aki megélte a vörösiszap katasztrófát a saját bőrén. Oké? Gondold végig, az milyen katasztrófa. Ráadásul vezetők. Oké? Szóval, gondoljátok végig, hogy a fiatalok miért? Mert ugye akkor kerülhet a felső létformába az ember, az isteni létformába, vissza, hogyha határozott és egyértelmű különbséget tud tenni a jó különböző fokozatai, a rossz különböző fokozatai, és ennek a összehasonlításában a különböző fokozatok között, hogy ne tegyen olyat, ami más kárát szolgálja, hanem olyat tegyen, ami más javát szolgálja. Oké? Okay? Tehát ami annyit jelent, hogyha még valaki nem élte meg a saját tapasztalatából a kellő rossz mennyiséget, és nem tud ezáltal kellőképpen különbségeket tenni,
És van egy jó nagy egója, hogy nekem eddig milyen szép életem volt, na majd nem lesz. Oké? Na majd nem lesz. És ebben nem károgó vagyok, hanem tudom a forgatókönyvet, jó? Hogy a fentieknek mi a forgatókönyve. És ennek az ilyen dolgok, mint például ez az ukrán-orosz háború, része, akármilyen hihetetlen. Hogy minél több ember a bolygón megélje a rosszat. Tehát gondold végig, nem is tudom hány milliárd ember beoltatta magát. Olyan időszakban is oltatták magukat az emberek, amikor sose szoktak oltani. Tehát járványidőszakban sose szoktak oltani, ha valakinek akár egy kis megfázása is van, már is nem oltottak. Semmilyen oltással, semmilyennel. Oké? Tehát semmilyennel. Ami azt jelenti, hogy azt mondták, hogy majd akkor jöjjön vissza oltásra, ha már nem, nincs megfázva. Tehát, és gondold végig, beoltották magukat az embereket. Tehát most évtizedeken keresztül nem lehetett oltani úgy, hogyha valaki beteg vagy éppen járvány van. Annak biztos volt valami előzménye, hogy ezt így csinálták, nem? Ez valószínűleg nem véletlen volt. Tehát valószínűleg nem úgy volt, hogy egy buta ember a fejére csapott, és azt mondta, hogy na, akkor ez így legyen. Biztos, hogy nem így volt. Mert minden országban ezt csinálták, nem csak Magyarországon, mindenütt. Tehát ez egy egységes dolog volt, mert rájöttek arra, hogy ezt nem lehet ezt a kettőt összehozni, hogy valaki beteg, nem lehet mondjuk egy legyengült immunrendszerrel oltani. Nem lehet. Amikor, akkor is legyengült az immunrendszer, amikor járvány van és védekezik. Akkor is legyengült az immunrendszer, hogyha mondjuk fáj a fogad, be van gyulladva, csak most mondtam egy példát, és közben az immunrendszered öli a bacikat. Az is már egy legyengült immunrendszer, értsd már meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek elvesztették, elérték náluk, hogy elveszítsék a józan eszüket. Tehát a józan eszüket. És ráadásul olyan dolgokkal oltották be magukat, amiről az ég adta világra semmi információjuk nincs, hogy mi van benne, és igazából mire is jó. Igazából mire jó. Na most, ráadásul ugye egy csomó ember azóta sokkal betegesebb. Nem tudom hány ismerősöm, mióta beoltatta magát, sokkal betegesebb. És elmondja, hogy addig olyan ritkán volt beteg, azóta rendszeresen beteg. Na most, gondold végig, hogy ez mit eredményez? Hát ugye a betegség, a tartós betegség mit eredményez egy embernél? Hát azt, hogy meghal, hamarabb hal meg. Persze erről ez alól is vannak kivételek, akár hosszasan tud az ember beteg lenni, mégis akkora életerő van benne, hogy kitart az utolsó pillanatig. És végül nem is a betegségben hal meg, hanem a morfium hatásától hal meg. Mikor már a sok fájdalom miatt ugye morfiumozzák, és az illető abba hal meg, hogy megáll a szíve, mert már nem bírja a morfiumot. Tehát lényeg az, hogy ezt miért mondom? Mert gondold végig, milliárd, nem tudom hány milliárd ember oltotta be magát, azoknak, hogy az életük meddig fog tartani, emiatt a beoltottság miatt
kérdéses. Nem kicsit kérdéses. És ez nem ijeszgetés, a tények támasszák alá. Tehát az embernek van egy immunrendszer, ami tud védekezni. Azért van. És nem az a megoldás, hogy az ember burokban éljen, ahol semmi nem támadhatja meg, semmilyen betegség. Tehát ugye miért beszélek erről? Mert olyan világban vagyunk, ahol még az emberek nem látják át a következményeket. Tehát egyszerűen nem látják át. És ha az ember nem látja át, akkor hát, ha valaki felvilágosít arról, hogy mi várható. És itt ugye most már több dologról is beszéltem, csak ebben az előadásban. Hogy az ember nem mire készüljön, mi ellen készüljön. Érted? Tehát az ember cselekedhet, még van lehetősége a cselekvésre, addig kell cselekedni. Ezt úgy hívják, hogy megelőzés. Nem a rosszra készül az ember, hanem a rosszat akarja megelőzni. Érted? És ez nem azt jelenti, hogy a világban lévő rosszat akarod megelőzni, hanem a rossznak a hatását akarod magadra, vagy a családodra, vagy mind a kettőre megelőzni. Érted? A rossznak a hatását. De a rossz hatása az akkor is ott lesz azokra nézve, akik nem foglalkoznak a megelőzéssel. Tudod, mikor kezdtem el foglalkozni megelőzéssel? 80, hogy is volt, várjál, megelőzéssel, 91, jól mondtam, tehát 91. 91 óta foglalkozok megelőzéssel, azóta folyamatosan. Tehát, hogy valamit megelőzni. De megelőzni valamit nem gondolatilag kell csak, hanem cselekvéssel. Érted? Most mit tudom én, most mondok példát, annak idején mivel kezdtem a megelőzést, avval, hogy milyen nyugdíj várható, ez most már lassan begyűrűzik, amilyen nyugdíj várható, amit akkor már beszéltünk róla, 91-ben. És hogy azt, hogy utána nyugdíjas korba is azt az életszínvonalat tudjad magadnak biztosítani, amit aktív korodban, ezért hogyan előzd meg azt a helyzetet, hogy az életszínvonalad visszaessen. 91-ben már ilyennel foglalkoztunk. Érted? És mindig azóta folyamatosan megelőzéssel foglalkozunk. Például foglalkoztunk egészséggel is, ott is a megelőzésre tettük a hangsúlyt. A megelőzésre, a betegség megelőzésre. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy 32 éve foglalkozok azzal a témákkal, hogy megelőzni valamit. És ez működik, a megelőzés, mert én mindenkinél azt láttam, hogy aki gondoskodik arról, hogy valamit megelőzzön, azt meg is előzi. Érted? De a legtöbb ember azt mondja, főleg a spirituálisak azt mondják, hogy hát az negatív gondolkodás. A megelőzés mióta? Mióta? Amikor valamit az ember meg akar előzni, az mióta negatív gondolkodás? Hát éppen azzal hozzuk létre a pozitív életet, hogy megelőzzük a rosszat, érted?
Hát most gondold végig, mondok egy példát, jó? Van egy pár, lehet házas pár is, élettársak is, mindegy pár. Az egy megelőzés, hogy nem csalod meg a párodat. Nem tudom, világos voltam-e. Ha megcsalod a párodat, az már nem megelőzés. Érted? És akkor az miért negatív? Tehát valaki megelőzi azt, hogy megcsalja a párját. Ez miért negatív? A megelőzés miért negatív? Az lenne a negatív, ha megcsalná. Nem tudom, világos-e. Hát az a negatív, hogyha az ember nem gondoskodik arról, hogy az életszínvonala stabil maradjon. Az negatív gondolkodás. Érted? Tehát az emberek elértek egy életminőséget. Most nézzük meg, akkor nézzük meg a folyamatot. Ja, tényleg ez jutott eszembe, nem ma, hogy erről kellene beszélnem. És most megint eszembe jutott. Nézzük meg a folyamatot. Csak hogy megértsük a folyamatot, jó? El kellett érni, hogy az emberek gondolkodása megváltozzon. Milyen téren? Azon a téren, hogy az emberek csak annyit vásároltak, ami kizárólag a szükségletüket szolgálta. Ez meddig volt így? A 20-as évekig, az egész bolygón így volt. Nem az idén, vagy a 21-es év század, tehát nem 2020-ról beszélek, hanem 1920-ról beszélek. Tehát 1920-as évek közepéig, végéig minden országban, minden népfia annyit vásárolt, amit a szükségletét szolgálta. Semmivel se többet, nem tudom, világos-e. Ezáltal kicsi volt a fogyasztás. Ezáltal az emberek gazdálkodtak, önállóan működtek, és a szükségleteiket cserével alapvetően tudták biztosítani. Mi a jó a cserében? Adómentes! Érted? Mikor az egyik ember a szomszédnak átvitt olyat, azért cserébe adott amolyat. Az adómentes most is. Oké. Jön hozzád 5 tojásért, adómentes. Nem kell azért adót fizetnie, mert kért tőled 5 tojást, érted? Meg neked se. Világos ez? Na, most akkor nézzük tovább. De ez, ugye ez a fajta működés, se nem lehetett elérni a végcélt. Majd beszélek a végcélről, jó? A végcélt. Hanem, ugye mi lett? El kellett érni, kiderítette onnantól, hogy Sigmund Freud elkezdte ezt kikísérletezni. Tanulmányozta az ember működését, majd elkezdte ezt a tudást átadni, hogy hogyan manipulálható az ember. És akkor rájöttek arra, hogy 2 dolog, ami által az ember manipulálható, a félelem és a vágyak. Már erről beszéltem. Félelem és a vágyak. És elkezdték tömegesen, kezdetben, mivel az emberek nem féltek, ezért vagy létre kellett hozni félelmeket,
Ugye Amerikában nem féltek a háborútól, mert ott sose volt háború. Nem voltak, bőrükön nem tapasztalták, csak a katonák a háborút. Szóval létre kellett hozni azt, hogy vágyakozzanak. Érted? Létrehozták. Majd mikor a vágyak kevés volt, akkor létrehoztak további félelmeket, így lett a idegháború, stb. Stb. Nem is ez a lényeg, nézzük tovább. Elérték azt, hogy rengeteg férfi meghaljon, ez volt a cél. Hogy minél több férfi haljon meg a bolygón. Ez volt a célja az első és a második világháborúnak. Az egyik fő célja. Miért? Hogy minél több nő egyedül maradhasson. Oké? Okay? Miért? Hogy a nők azáltal, hogy egyedül maradnak, és gyereket kell nevelni, és mindent maguknak kell megteremteniük, megerősödjenek. Oké? Okay? Ha egy nő megerősödik, akkor a lánya is erős lesz. Ha egy nő megerősödik, akkor a fia meg gyenge lesz. És ezzel rájöttek arra, hogy fel tudják borítani a társadalom legfontosabb alkotó pillérét, a családot. A családokat a gyenge férfi erős nő kombináció veri szét. Oké? Okay? Csak hogy mondjam előre. Tehát a családokat az erős nő gyenge férfi kombináció veri szét. Oké? Okay? Ezt létrehozták, hogy ez így legyen. Szerte a világban, és ez egyre fokozódott azáltal, hogy egyre több erős nő lett, és egyre kevesebb, vagy egyre több gyenge férfi lett. Mert hát a gyerekek ilyenné váltak. Na akkor nézzük tovább. De az emberek még jó állapotúak voltak. El kellett érni náluk, hogy rossz állapotúak legyenek, hogy még jobban lehessen őket manipulálni. Mire kellett őket manipulálni? Arra, hogy hagyják ott a gazdálkodásaikat, és legyenek alkalmazottak. Erre kellett a leginkább manipulálni őket. De ahhoz, hogy manipulálhatóak legyenek, le kellett rontani a hangulatukat. Mit csináltak ehhez? Hidegháborút. A hidegháború azt jelenti, hogy nincs háború, csak a háborúra készülés félelmét plantálták az emberekbe. Tehát ugye az azt jelenti, hogy azt szajkózták nekik, azt mondták, hogy ez így lesz, azt súlykolták a médián keresztül, hogy tiszta és világos legyen. Na akkor nézzük tovább. Mi lett utána a következmény? Leromlott a hangulat. Lehetett elérni azt, hogy az emberek menjenek alkalmazottnak. Mi lett a következménye az alkalmazotti létnek? További hangulatromlás, főleg azért, mert a nők is elmentek dolgozni. Elértek olyan vágy szintet, hogy addig, ameddig a szükségletüket kellett a családoknak kielégíteni, bőven elég volt, hogy a férfiak dolgoznak. A nőknek nem kellett dolgozni. Azóta, mióta vágyak vannak, azóta a nőknek is kell dolgozni. Miért? Mert a szükségleteiken felül is kell vásárolniuk. Ki kell elégíteni a vágyaikat is. Majd nézzük tovább, jó? Szépen ezt fokozatosan, nézd meg, pont így volt. Szépen elérték. Mi a következő fokozat? Ugye a következő fokozat az volt, hogy az emberek még többet vásároljanak, mint amennyit tudnak pénzt keresni.
ez a következő fokozat az eladósítás volt. Oké? Ez egy nagyon fontos rész, az emberek eladósítása. Mert majd meglátod, hogy szolgálja a végcélt. Az emberek eladósítása. Tehát az eladósítás révén még kiszolgáltatottabbak lesznek az emberek, mint addig, ameddig csak alkalmazottak voltak. Ami azt jelenti, hogy minél kiszolgáltatottabb egy ember, annál rosszabb a hangulata, minél rosszabb a hangulata, annál könnyebb őt manipulálni. Akkor ugye jön a következő fokozat, hogy az emberek azáltal, hogy megnövelték a vágyukat, azáltal, hogy eladósították őket, és azáltal, hogy az országok eladósodtak, az országok azért adósodtak el, mert finanszírozták a lakosság magas életszínvonalát, és annak fenntartását. Tehát az országok magas, tehát a lakosság magas életszínvonal fenntartását az országok finanszírozták. Szerte a világban. Nyilván az a magas életszínvonal, az mindig attól függ, hogy hol, attól függ, hogy milyen ország, akkor is az ő előző életszínvonalához képest nézd az életszínvonalat. Jó? Tehát ez finanszírozva lett, és akkor nézzük, hogyan tovább. Ezáltal már a következő történhet. Oké? És jön a következő, hogy vissza kell fizetni az adósságokat ezen a címen. Jön az az időszak, hogy az emberek elkezdenek elszegényedni a visszafizetés miatt. Elindul az elszegényedés. Az elszegényedés következtében az embereknek felszabadul a röghöz kötöttség, ez mindig így volt. Az emberek mindig odavándoroltak a történelem során, ahol könnyebb életet találtak. Oké? Okay. Ez azt jelenti, hogy ezáltal elindulhat a kivándorlás. Hogy az emberek máshol, hát ha a vágyaikat jobban tudják kielégíteni. Az anyagi természetű vágyakról beszélek. Na most, ha elindul az elvándorlás, akkor annak a helyére jöhet a bevándorlás. A bevándorlás példáját legjobb Amerikában. Ott volt egy indián nép, indiánok, bementek a fehérek, vagy megölték, vagy keveredtek az indiánokkal. Tehát ott már létrejött egy ilyen kevert lakosság, ahol nem ölték meg az indiánokat. Majd jöttek a feketék. Behozták a feketéket, és utána elérték, hogy a feketékkel történjen házasság. Létrejött a kevert lakosság. Amerikában is a jó része a lakosságnak kevert lakosság. De Európa is ugyanez. Európát sok száz évig uralták feketék a déli részt. Sok száz évig uralták barnák az arabok. Ezáltal ne csodálkozzunk, hogy a déli népek kevertek. Majd ez a kevert népek elkezdtek ide-oda vándorolni. És ott is keveredtek a népekkel.
Tehát elkezdték keverni a népeket. Most megvan az a keveredés is, ha megnézitek, hogy a sárgák özönlenek el a világban. És ott kezdenek el keveredni. Amerikával kezdték. Miért jó a keveredés? Mert az identitását, a valahova tartozást, azt a büszkeséget, ami benne van az emberbe, azt a keveredés kiöli. Érted? Egy olyan érzés keletkezik az emberben, mint aki hontalan. Érted? Tehát, hogy ő nem tartozik se ide, se oda, se amoda. Tehát tudjuk azt, hogy mennyivel jobb valahova tartozni, mint sehova nem tartozni. Érted? És gondold végig, ugyanígy, ha a népek keverednek, akkor megszűnik a hova tartozás. Hiszen a nagyapám oda tartozott, a nagyanyám oda, a szülőm ide, a másik szülőm amoda, érted? Akkor te hova tartozol? Hát sehova, mert azt sem tudom, hogy ők is hova tartoztak, érted? Ezáltal ugye megint mi van? Hát ha nincs az, hogy valahova tartozunk, identitás, hát nincs. Nincs jó hangulat, nincs jó kedv. Tehát mondhatjuk azt, hogy kivetett. Egy társadalom által kivetett, de az egész nép a társadalom által kivetetté válik, azáltal, hogy így összekeverednek. Világos ez? És gyakorlatilag ezáltal el lehet érni, hogy azt csinálnak a társadalommal, amit akarnak. Világos ez? Na most megint elmondtam egy olyan folyamatot, amire ha végig gondolsz, pont így van. Tehát én semmi újdonságot nem mondtam, én csak összeszedtem a folyamatot. Hogy jelenleg megnézzük, a végkifejletnél vagyunk. Keverni a társadalmat. Minél jobban. Tehát minél több ember menjen ki, minél több ember jöjjön be. Mindegy, hogy honnan jöjjenek, az a lényeg. Hogy keveredjen a társadalom. Jó, de azt mondod, hogy jó, hát ennek azért milyen hosszú távú következménye van. Rövid távon ez nem igazán okoz problémát, hiszen akik itt maradnak, meg itt laknak, azok tudják, hogy hova tartoznak. De azért látni kell, hogy ahhoz, hogy ők ne sokáig maradjanak az élők sorában, mennyi mindent tesznek. Mennyire rongálják az egészséget, nem? Különböző módokon. Mennyire érik el azt, hogy az emberek rossz hangulatúak maradjanak, vagy legyenek. Legyenek és maradjanak. Tehát ez milyen fajta működés? Ez megnézed, ez nem isteni működés. De most gondold végig, ha ezeket az emberekkel végig lehet csinálni, amiket most elmondtam, már pedig végig csinálták, akkor az emberek jelenlegi gondolkodása alapján mit mondanál? Mennyire engednéd őket be a felső létformába? Ha tőled függne. Tehát van egy fontos dolog. Tehát az, hogy ha mondjuk valaki gazdálkodott már, mondjuk állattartással foglalkozott, akkor mindig mit csinált? Ugye kiválasztotta az állatainak a javát, és avval nemesített tovább, tehát avval tartotta fönt az állományt. Nem a selejtesekkel.
és a selejtest azt levágta a levesbe. Nem? Abból lehetett különböző jó kis húsleveseket csinálni, tudod. És az állatállomány nemesebb részét meg tovább szaporította. És miért gondolod, hogy itt másként van a Földön? Tehát itt egy kérdés van, te hova akarsz tartozni? Azok közé, akik mennek a húslevesbe? Vagy akik a nemesebb részét képviselik az állománynak? Ezért biztos, hogy nem a húslevesbe akarok lenni. Szóval egy érdekes világot élünk, ahol vannak törekvések, de hát ez már nem fér bele, hogy milyen törekvések vannak pozitív értelemben és negatív értelemben, csak mutatom. Negatív értelem, pozitív értelem. Milyen törekvések vannak, de a fenti törekvés fog érvényesülni úgyis, és nem a lenti. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember, amikor választási lehetősége van, akkor nem az a választás, hogy ma lavírozok, majd fogom és lavírozok, hanem az a választás, hogy vagy ide tartozok, vagy oda. És az embereknek eljött az ideje, hogy válasszanak. Mit akarnak? Hova akarnak tartozni? Oda akarnak tartozni, ahonnan jöttünk, majd jó nekik a húsleves. És akkor nem véletlenül lehet mondani azt, hogy na, akkor mennek a levesbe, tudod. Hát, hogyha te úgy gondolod, hogy szeretnéd magad fejleszteni, tanulni, akarsz ezekben másoknak is segítségre lenni, akkor a legjobb helyen vagy a bolygón. Ha úgy gondolod, hogy az mind hülyeség, amit a Miklós mondott, akkor meg köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Ennyi. Jó? Nem fogunk rád megharagadni, de nem kérünk belőled. Úgyhogy ha úgy látod, hogy szívesen tanulnál módszereket az élet különböző területeire, mondjuk ezekre, erre a 10-re, akkor várunk szeretettel, a legkedvezőbb feltételekkel, ahol egy felnőtt ember tanulhat a bolygón. Főleg ilyen dolgokat. Várunk szeretettel. Nézz utána, vagy kérdezz utána az ajánlótól, hogy mik a feltételek, hogy tudsz itt tanulóvá válni. És várunk szeretettel egy olyan közösségbe, ahol az ember együtt lehet olyan emberekkel, akik tanulni és fejlődni akarnak, érted? És akarnak ebben másoknak is a segítségére lenni. És ha te ilyen vagy, tényleg várunk szeretettel. És várjuk azt, hogy mondjuk szerdán kezdődik a következő hónap, tart, ki tudja meddig, tudjuk meddig? Február 12-ig, köszönöm szépen, február 12-ig tart. Tehát ami azt jelenti, hogy 5 hetes lesz ez is, ugyanúgy, mint itt a karácsony is. December környékén. Tehát 5 hetes. El tudod kezdeni a képzést. Várunk szeretettel, próbáld ki, nézd meg,
Próbáld ki mondjuk 3 hónapra. Nézd bele. És 3 hónap után is azt mondod, hogy neked ez nem kell. Semmi gond. Jó? Tehát még egyszer mi azt csináljuk, hogy bevisszük az embereket az aranykorba. Oké? Okay? Hát aki erre nyitott. Hanem aki nem nyitott, az meg így járt. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket. Sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a beavatás jellegű bemutató előadást. Kicsit olyan volt. Igen. Hát életünk egy legjobb döntése volt, hogy ide kerültünk. A múltkor is megfogalmaztam, beszélgettünk a Szedlacsik Miklóssal. Eszméletlen szerencsésnek érzem magam, hogy itt vagyunk. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy nincsen szerencse. De a döntés az rajtunk múlott. Így van. Azt tanácsoljuk bárkinek, aki néz minket, hogy próbálja ki, ne vesse el egyből, ha nem tetszik, ami itt hall. Az lehet, hogy betalált. Sok mindenkinek be szokott találni, ez nem újdonság. Menjen tovább egy kicsivel, nézzen meg előadásokat, beszélgessen egy szervezővel, hogy mi hogy látjuk már évek után, és utána hozzon döntést, hogy mit akar ebben kapcsolatban. Milyen lehetőségek vannak? PPH-ban lehetsz tanuló, szervezhetsz tanulókat, későbbiekben vezetheted őket, ha mások tanulód van. Találsz magadnak párt, nézheted felvételről élőben, nézheted felvételről 2 hónapig a weboldalról. Elmehetsz élőben, szerdán és vasárnap előadásra, szemináriumra járhatsz, későbbiekben vezetőképzőre járhatsz. Még későbbiekben bejárhatod a világot, mint PPH utazó nagykövet. Lehet választani. Lehetőség a tárháza végtelen. Ha még nem hiszed el magadról, nem baj, majd én elhiszem rólad. Meg Szedlacsik Miklós. Én is köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. És még hallgattam az előadást, én is bebizonyosodott, hogy valóban életünk legjobb döntése volt, hogy csatlakoztunk a PPH-hoz, és én bennem azt fogalmazódott meg, hogy én nem fogok a levesbe kerülni. Ez már biztos. Mert itt valóban megkapjuk azt a tudást, azt a módszert, azt a hatalmas lelki-szellemi fejlődést, ami által eleve már a mai világban, ami elnyomást kapunk, mi megkapjuk rá a módszert és tényleg a tudást, hogy ne tudjanak minket elnyomni. Mert itt a világban azt látjuk, ami egyik legborzasztóbb dolog, hogy elnyomják valóban az embereket. És mint ahogy Miklós is mondta, hogyha nincs meg a hozzá tudásod, hogy te ezt hogy kezeld, akkor valóban meg fog rövidülni az élete annak az embernek. De egyébként még szoború látni, ahogy hagyják. Igen. Igen. Majd csinálják, ahogy hagyják az emberek, hogy elnyomják őket. Igen. Mondta itt a párom, hogy mennyi mindent kapunk, hogyha ide jövünk tanulni. Én még hozzátenném azt is, hogy egy fantasztikus közösséget. Én azt látom a szervezés alatt is egyébként, hogy az embereknek hiányzik a szeretet. Hiányzik az, hogy törődjenek vele. Itt nálunk, ebben a közösségben, itt megkapod mindezt. Mivel itt van egy hatalmas cél, amitről beszél Szedlacsik Miklós, az aranykorba jutásról, itt megkapod azokat az embereket, akivel ezt meg tudod tenni. Egy hatalmas együttműködés van, egy a cél, és valóban az, hogy amikor ide kerülsz, akkor kapsz egy kinek, hogy mentor, vezetőt, és soha nem vagy egyedül, soha. Itt segítenek neked, bármikor problémád van, akkor megjönnek a megfelelő emberek, akik tudnak segíteni, és szerintem a mai világban ennél fontosabb nincsen. Nincs, hogy egy olyan közösség legyen, ahova mindig szeretettel várnak. Mai nap is itt igazából egy szeminármi napunk van, ami egy hónapban egyszer van, és itt együtt tudunk lenni azokkal az emberekkel, akik
életnek egy a cél, mint ahogy mondtam, az aranykorú bejutás, és ennél fontosabb nincs a világon. Nincs. Amikor idejöttünk, akkor nekünk is voltak, és nem is tudtuk, hogy hova jövünk igazából, hanem keresgéltünk, és mivel elénk rakták a PPH-t, akkor azt mondtunk, hogy meg kell hallgatni, és el kell jönni. És valóban láttuk azt, hogy itt egy olyan cél van, ami a mai világban nagyon nagy szükség van. Úgyhogy én azt mondom azoknak az embereknek, akik már rég hallgatnak minket, vagy most hallgatnak először, gyertek el, nézzétek meg, hogy milyen közösség van itt, mi az, amit átadunk. Itt nincs kötelezettség, ez egy lehetőség. Egy olyan lehetőség, amivel egy jobb és boldogabb életet fogsz élni. Ezt mi is tudjuk, és itt nagyon sokan vagyunk, akik már ezt el tudják mondani. Úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy gyertek el, hallgassátok a képzéseket, és váljatok tanulvá. Mondtuk már a következő szemináriumot? Mondtuk, nem baj, mondjuk még egyszer. Tehát következő szeminárium február 12-11 órától ismét itt a Lurdiba, ugyanez a terem, ugyanebben a teremben leszünk. Gyertek meg, mert még volt hely. Tehát aki nem jött el és lát minket, az nyugodtan jöhet, mert még beférünk egy páron. Megvan még egy nagyobb terem, aztán a kongresszusi központ, mehetünk bátran fölfele. Jó, akkor a hivatalos részt azt most lezárjuk. Még szeretnénk... Meg a heti webképzéseket tényleg, amikor csak tudjátok, hallgassátok élőben. Szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután 17:30 kezdődnek. Még amit szeretnék megemlíteni, a képzések díja, mert arról nem esett szó, nem volt már úgy idő Miklós, nagy, de mi beszélünk róla. Tehát azt lehet mondani, hogy csekély összeg. Az első hónap 19.700 forint, és a második hónaptól pedig 9.800 forint havi tandíj van. Ez most még tart, egészen március 1-ig. Ha most elkezded a képzést, erre árgaranciát kapsz. Úgyhogy három évre. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez olyan befektetés, ez a 20 és 9.800 forint, amit 100%-át vissza fogsz kapni. Ez biztos. Ennyi volt? Jó. Igen. Uh-huh. Még amit szeretnék mondani, fontos információ, hogy a parkolókártyákat Mariannál tudjátok érvényesíteni. Hogy mindenkinek oda kéne menni, és ott van a kis szerkezet. Már ha ingyen akarsz kimenni, hát, hanem akkor nyugodtan lemehetsz és kifizeted. Igen. Mariannál tudjátok ezt megtenni. Én köszönöm szépen Szilacsik Miklósnak, hogy mi lettünk ma a házigazdák. Köszönjük szépen. Köszönöm a felénk áramló szeretetet mindenkinek, érezhető volt. Reméljük, hogy tudtunk adni hasznos dolgokat ma is. És akkor ugye mielőtt hazamennénk, még van egy pár programunk. Először is van egy kör. Hogy mondják ezt? Képezni fogunk egy kört, körben állunk, és ugye egy kis meditációs hangulatot fogunk létrehozni. És utána pedig klubozni fogunk. Ugye minden vezető a saját embereivel csoporttalálkozó beszélgetést tud csinálni. Fontos, hogy a körbenállásnál megfogjuk egymás kezét, a bal tenyér felfelé néz, a jobb tenyér pedig lefelé. Jó. És a végén nem tapsolunk. Meg elmondtunk mindent. Igen. Igen? Igen. Hát utána meg, ha már itt vagyunk, ugye még ki vagyunk hangosítva, jó utat kívánunk hazafele mindenkinek. Csoporttalálkozók. Igen, azt mondtuk az előbb. Igen, hogy most a végén csoporttalálkozók lesznek. Köszönjük szépen. Köszönünk mindent. Szeretünk benneteket. Sziasztok. Sok sikert.